Sziasztok és hello újra itt a csatornámon. A mai videó egy Avon unboxing haul videó lesz. Nagyon kevés terméket rendeltem ezúttal, viszont ha kíváncsiak vagytok rá, hogy mit rejt a dobozkám, akkor maradjatok itt és csekkoljátok le a bevezető után. Nem tudom, hogy így mennyire látjátok, de tényleg nagyon kevés dolog gyűlt most össze. Az első, ez a színezett napvédőkrém gyermekeknek, 50-es fényvédővel, ezen épp egy minyon van, ez rendelésre jött, úgyhogy ebben nem szeretnék kinyomkodni. Aztán egy Advanced Technique szérum, ezúttal ez a treatment szérum, ez ilyen nagyon károsodott száraz hajra való, ez segít így a végeket lezárni és helyreállítani. Aztán rendeltem egy ilyen szettet az Avon Encantótól, ezúttal viszont ezt a Fascinating változatot, kiállást, egy tusfürdőt, illetve egy testpermetet, és ennek puskáznom kell az illatjegyét illetően. Járdevirág, rózsabors és meleg pézsma alkotják ezt az illatot, amit így olvasok, nem biztos, hogy megvenném, viszont ugye a katalógusban volt ilyen illatosított oldal, és ott megtetszett. Elég régóta szemezek már ezzel az illat családdal is. Tudjátok, hogy én nagyon szeretem ezeket az Encantókat, mert hihetetlenül finom parfümös illatuk van. Most van egy új, a Gorgeous, azt hiszem. Na, az az egy valamiért úgy nem igazán fogott még meg. Az nem tetszik, de ez viszont igen, és rajtam is nagyon kellemes illat. Testpermetről beszélünk, úgy nem tart a 6-7 órán át, de ugyan 3-4 órát szerintem kibír. Aztán, ha már illatok, akkor egy ilyen illatosított testápolót is vettem, méghozzá ezt a Luminate változatot, aminek hát olyan elmegy illata van, nem igazán jó, de nem is rossz. De mindjárt megnézem, hogy a bőrben milyen lesz. Végülis nem is olyan rossz. Biztos, hogy valami virágos illat lehet. Nem rossz. Tetszik. Azt kell, hogy mondjam, tetszik. Nem olyan, mint az Encanto, de nem rossz. Aminek viszont imádom az illatát, és az egyik legjobbak, az ez a kakaóvajas kis kézkrém. Ez nagyon jó, mert hihetetlenül finom kakaós illata van, nagyon puha és ápolt lesz tőle a kéz is, és az ilyen nagyon száraz és száraz bőrre jó. Ezek ilyen elég jó árba szoktak lenni, olyan 350-400 forint, és sokáig elég. Én viszem magammal a munkahelyemre, és ott van a kis neszeszerembe, így bármikor be tudom vele kenni a kezemet, és hidratáltak is. Egy arckrémet is berúgtam a virtuális kosaramba, az Enyú Platinumtól ezt a lifting krémet, ami 25-ös fényvédőt tartalmaz. Ebből a krémből volt pár darab termékmintám, és elkezdtem használni, és már ilyen egy-két alkalom után azt éreztem, hogy ez a krém, ez valami brutál jó, és ezt meg kell vennem teljes kiszerelésben is. És akkor nem tudtam, hogy ez ilyen bőröregedésgátló krém, meg hogy 55 év felett ajánlott. Lehet, hogy ezért is annyira szuper, nem tudom, de tényleg nagyon jó. Egyébként majd tervezek egy ilyen, vagy már lehet, hogy addigra kint is lesz ez a videó, hogy ilyen termékmintákat tesztelek, anélkül, hogy tudnám, hogy mit ígérnek, és ez is közte lesz. Ebből egy kicsit puskáznom kell, hogy pontosan mit is ír. Azt írja, hogy nappali krém, bőr öregedést késleltető hatással, akár 2 nap alatt. Hát ez nem igaz. Feszesítő krém, lifting hatást nyújt, segít feszesíteni a megereszkedett bőrt, és csökkenteni a rácok külsejét. Hát erről, hogy a ráncokon mennyire segít, nem tudok érdemben hozzáfűzni semmit, viszont az biztos, hogy hihetetlenül puha és hidratált, sejmes, és tényleg feszes is volt az arcbőröm tőle. És egyébként ennek a krémnek a kis tégeje újra hasznosítható. Most ez a Eve kollekció, kijött egy új parfümmel, a privével, és a katalógusban persze, hogy volt egy illatosított oldal, és nagyon megtetszett az illata, viszont jártam már úgy, hogy így újságon keresztül tetszett egy parfüm, meg is rendeltem, viszont rajtam nem igazán olyan volt, mint ahogy én azt vártam, és akkor megfogadtam, hogy csak termékmintákat fogok belőle rendelni, és ez pipa, mert ez rajtam is nagyon-nagyon finom, hogy az illatjegye milyen, azt egy pillanat is megmondom. Pirosalma, jázmin és fehér pézsma. Nem tudom, hogy mennyire tudjátok, de ezek az Eve kollekciók, ez Eva Mendeznek az illat kreációi. Aztán egy kis pici smink, egy szemöldök formázót is rendeltem, az Avon Lux-tól ezt a Dual Ended Brow szemceruzát, vagy szemöldök ceruzát, aminek az egyik vége, ha sikerül kibontanom, az ugye maga egy ilyen hegyezős ceruza, a másik egy kefe, aminek a segítségével így szépen el tudjuk a szemöldök szálakat dolgozni. Ezt még nem próbáltam, de szeretem az ilyen kettő az egyben praktikus kis dolgokat. 2 Avon Lux terméket rendeltem. Az egyik egy ilyen ápoló ajakbalzsom, retinolal, a Rose Tint árnyalatban. De mindjárt megnézem a katalógusban, hogy ez melyik, mert szerintem én nem ezt a szint szerettem volna. Hát én a Natural Tintet szerettem volna, lehet, hogy rossz kódot ütöttem be, vagy mellé ütöttem, nem tudom. Hát mindjárt megnézem, hogy milyen. Egyébként a csomagoláshoz abszolút gyönyörű, nagyon kis luxi, tényleg csodaszép, és maga ez a ajak balzsam, az így néz ki, egy enyhe rózsaszín a színe, végül is nem olyan vészes, és hogy tényleg dúsít-e. Hát nem tudom, mennyire látszik, de tényleg így, ha összehasonlítom az alsót és a felsőt, egy leheletnyi szint adott, igazából nem is olyan rossz. De dúsabbnak egyáltalán nem mondanám az ajkam, ugyanolyan kis vékony a felső, mint volt, úgyhogy a dúsító hatása az kamu, viszont tényleg adott egy kis enyhe szint, és olyan jó ápoltnak is érzem az ajkaimat. A másik pedig egy szérum, méghozzá egy ilyen ápoló szérum, ami újra textúráló technológiában segít az ajkak azonnali hidratálásában, hozzájárul a simább és egészségesebb külsejű ajkakhoz, akár 7 nap alatt, és természetes hatást nyújt. Tehát ennek is a csomagolása az tényleg lux. Ez egy ilyen kis kék színű balzsam, ami ilyen teljesen szintelen, átlátszó, semmilyen kék szint nem hagy akár a kézen vagy az ajkakon. És akkor már ezt is tesztelem. Egy kis egyszerű kis balzsam, de tényleg hidratált lesz, és ilyen kis gyümölcsös, nagyon kellemes, nagyon finom illata van. Sosem rendeltem még az Avontól ékszert vagy kiegészítőt, most viszont igen. Az Avonnál a tanácsadók ugye gyűjthetik vásárlások után a pontokat, amit értékes tárgyakra, termékekre be lehet váltani, és ezáltal potom pénzért, 1-200 forintért lehet azokat megvásárolni. És ott találtam ezt az ékszer szettet, amiben egy nyaklánc, illetve egy karkötő lesz. És mivel elég sok avonos terméket felhalmoztam, gondoltam, hogy inkább beváltom most egy ékszer szettre, ami egy ilyen kék kis ajándékdobozban érkezik. Arannyal van ugye a márkának a neve, illetve egy kis díszítés felvéve, és gondosan ügyelnek rá, hogy azért becsomagolják. Külön van a nyaklánc, vagy a fülbe van karkötő és a nyaklánc. Nem tűnt a képen nagyon extrának, de ezért a 300 forintért gondoltam, lecsekkolom. És ha jól látom, akkor ez a nyaklánc, ilyen ezüstláncon lóg egy ilyen mintás kis műanyag karika, hát ilyen semmi extra, nagyon kis, egyszerű, ezt így mindjárt megpróbálom fel is rakni a nyakamba, hogy áll. Hát valahogy így. Tényleg ilyen nagyon kis, egyszerű, kis semmi, kis egyszerű. És akkor nézzük a karkötőt, ami szintén egy kis ezüstláncon, ugyanaz a mintát, ezt így magamnak most nem fogom szerintem tudni bekapcsolni, de az pedig ilyen, hát a nyaklánc valamiért jobban tetszik, na mindegy. És ezzel a kis csármal, ami most nem jut eszembe, hogy mit jelent magyarul, de ilyen amulett vagy ilyen függő, tudjátok, amit nyakláncra, karkötőkre lehet tenni. És ebben ilyen 3 darab van. Ezzel már régóta szemezek. Ez a Fókusz magazinban volt, és most ahogy a fele, mondom, most megveszem. Viszont azt nem gondoltam, hogy ennyire pici. Nem tudom, mennyire fogjátok látni, de szép egyébként. Szépek, csak ilyen kis, nagyon picik. Végül is, ha a nyakláncra teszem majd, vagy karkötőre, vagy kóstartónak, nem tudom, de szép, csak valamiért azt hittem, hogy nagyobbak lesznek. Ez egy kulcs, ez egy láb felirat, és ugye ez pedig a szív, ez a szív, ez nagyon szép, szép kis rózsaszín. Nagyon szépen köszönöm a mai napi figyelmeteket is, remélem, hogy tetszett a videóm, ha igen, akkor kérlek, iratkozzatok fel a csatornámra, lájkoljátok is, és a kis csengőt se felejtsétek el bekapcsolni, remélem, hogy a következő ilyen és másfajta tartalmomban is